nagyon jól kezdtünk az elején, és kb. 2,5-4 csupán egy gólokkal tudott ellépni akár egyik, akár másik csapat. Utána viszont szinte állva hagytak minket a spanyolok. Szerinted mi ennek az oka? Én szerintem a védekezésben nem voltunk elég magabiztosak sajnos. A labdát jobban kellett volna támadni. Nem voltunk elég mozgékonyak a center és a támadójátékosok között. Nagyon sok olyan gólt kaptunk, ami a kapusnak a rövid kezéhez esetleg begurult. Nem értünk oda blokkokra, talán mindenben kicsit későn indultunk el, és későn értünk oda. Egy-két ilyen szerencsétlen gól után persze a támadás is már kicsit bátortalanabbra sikeredett, és a forrókat is nem egyszer eldobáltuk sajnos. Hogy fogtok tudni túllépni? Én nagyon remélem, mert most összeülünk a csapattal szerintem. Igazából nincs semmi veszve, németeket meg kell verni, és továbbra aki jön, azt meg kell verni. És hogyha nyernek esetleg holnap, holnap utána hollandok, meg jobb gólkülönbséggel vagyunk, akkor még akár csoportások is lehetünk, ha minden igaz. Így van. Köszönöm.